sacerdos magnus dignibus suis tabui Deo ideo iure jurando fecit illum Dominus crescere in dedit illi et testamentum sum confirmavi super caput Deus ideo iure jurando fecit illum Dominus crescere in öröktől él, az teremtett mindent, csak az Úr bizonyul igaznak. Hiszi Gloria, hiszi Ura, veli adni csőség mindörökké. Ki volna képes felsorolni tetteit, hatalmas műveinek a mélyére hatolni. Hiszi Gloria, hiszi Ura, veli adni csőség mindörökké. Fölsége hatalmát ki tudná fölmérni, vagy jó tetteit számba venni. Hiszi Gloria, hiszi Ura, veli adni csőség mindörökké. Gloria Patri et Filio, Spiritu in Sancto, ideo iure iurando, fecit illum Dominus, crescere in kezében az uralom, a hatalom és az ország. Isten ítéletedet addát a királynak, és igazságodat a király fiának. Íme, eljött az uralkodó az Úr, s kezében az uralom, a hatalom és az ország. Sek püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából bemutatott hálaadó szentmise kezdetén megkérem a pápai levél részének fölolvasására a nunciatúra idéglenes ügyvivőjét, Monsignore Germano Penemontét, majd ennek magyar nyelvű tolmácsolására Ficek László helynök urat. Venerabili fratri, sabaterniak,
arcipiscopo metropoliti agriensi, ad diagri dominici curam, cui esti ecclesia, mente nostra un peculiari apostolica solicitudine, convertere solemus, in cui supremo dignitatis culmine immense omnipotentis Dei, bonitati placuit nobis munus imponere, etiam presules prosequendi, quorum navitate nobis proficientere frui datur. Singulari ergo animo tibi, venerabilis frater, qui dies esti proximi mensis januarii, argenteum episcopalis ordinationis celebrabis jubileum, ac epistula gratulatione nostram propter ministerium tuum exercitum pristudiose significare volumus. Tisztelendő testvérünknek, Ternyák Csaba egri metropolita érseknek. Az egyháznak, az Úr szántóföldjének a gondozására különleges apostoli törődéssel fordítjuk figyelmünket, mivel annak legfőbb méltóságát viselve, a mindenható Isten mérhetetlen jóságában ránk bízza a főpapok sorsának figyelemmel kísérését, akiknek buzgósága által nekünk is megadatik az előreharadásuk örömében való osztozás. Ezért tehát neked, tisztelendő testvérünk, aki január 6-án püspökké szentelésed ezüst jubileumát ünnepled, ezzel a levelünkkel nagy szeretettel fejezzük ki jó kívánságainkat szolgálatodért. A Győri Egyházmegyében szenteltek pappá 1979-ben. Teológiai doktorként szolgálatodat az egyház javára fordítottad, nagy jelentőségű feladatokat végezve, mind a Magyar Püspöki Konferencia titkáraként, mind a Pápai Magyar Intézet rektoraként. Emberi és papi tulajdonságokkal, valamint az ügyintézésben való jártassággal megáldva, téged, Szent II. János Pál pápa, 1992 karácsony vigéliáján esztergomi segédpüspökké és eminenciánai címzetes püspökké nevezett ki, majd ezt követően vízkereszt ünnepén a Szent Péter Bazilikában felszentelt. 1997-ben érsekké és a papi kongregáció titkárává nevezett ki, amelyel az apostoli szék, valamint az egyetemes egyház szolgálatára hívott. Érdemekben gazdagon, 2007 óta az egri hívő közösség minden buzgósággal megáldott, és mindmáig álhatatos pásztora vagy, aki püspöki feladataidat hozzáértő lelkülettel teljesíted, annak az okos szolgának a példájára, akit az Úr minden java fölé rendelt. A Magyar Püspöki Konferenciánál különböző feladatokat vállaltál, hogy a papok életének formálását és a papi hivatások gondozását segítsd. Ebből az odaadó tevékenységből is látjuk szolgálatoddal való egyéválásodat. Amikor tehát gratulálunk neked, tisztelendő testvérünk, az Úr szőlőjében végzett tevékenységedért, kérjük, fogadd el ige hirdető munkádért, amely nem azt keresi, ami neki hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek, mindnyájunknak imáját, amikor az Urat szólítjuk, hogy tegye évfordulód napját nagyon boldoggá, és adja meg neked, hogy az evangélium igazsága szerint hűségben járva Krisztust, akinek dicsőség legyen mindörökké, jelenvalónak érezd, és a lelkek javáról imádsággal, szentbeszéddel és szeretettel gondoskodjál. Kívánjuk végül, hogy apostoli áldásunk kísérjen téged, amelyet általad a jelenlévőkre is kiterjesztünk, közvetítsd mindazoknak, akik a jubileumi ünnepen részt vesznek, és azoknak, akik kedvesek számodra, miközben tőletek imákat kérünk,
hogy az igen nehéz péteri szolgálatot buzgón és bölcsen teljesíteni tudjuk. Kelt Vatikánban 2017. december 10-én pápaságunk 5. évében Ferenc pápa. A pápai levél átadása után az érseki, egri érseki fiúkórus a Jubilate Deo kezdetű művet énekli. Az érseki fiúkórus éneke után megkérem a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, dr. Veres Andrást ünnepi köszöntőjének megtartására. Excellenciás érsekatya, a Püspöki Konferencia nevében szeretnénk jó kívánságainkat kifejezni e jubileumi év alkalmából, különös módon figyelve arra, hogy ezen a napon történt a püspökké szentelése, és azt az utat választotta, hogy püspöki jelvényében is megörökítette ezt a napot, a napkeleti bölcsek érkezését Jézushoz. A napkeleti bölcsek a csillagot követték, a csillag mutatta meg nekik az utat, hol találják meg az üdvözítőt. Isteni gondviselést, isteni vezetést látunk ebben. Miként nem önteltséggel úgy gondoljuk, minden papnak, minden püspöknek az a feladata, hogy csillag legyen, másokat vezessen az üdvözítőhöz. Éppen ezért ez a püspöki jelvény érsekatyát minden nap, a nap minden órájában arra ösztönzi, föltételezzük, hogy ennek a küldetésének megfelelhessen. Egészen biztosan az elmúlt 25 év sokszor megmutatta érsekatyának is, hogy ma különösen és egyre több, nagyobb szükség van arra, hogy az emberek megtalálják
az üdvözítőhöz vezető csillagukat. Azt kívánjuk érsek atyának ez évforduló alkalmából, hogy tudjon az egyház megyéjében minden papnak és általuk minden hívőnek ilyen üdvözítő felé mutató csillag lenni. De szeretném a püspöki konferencia szolgálatában végzett munkáját is megköszönni, amely biztosan ennek a jegyében történt, hiszen számtalanszor megtapasztaljuk, hogy azt a sokfelé kiterjedő ismerettségét, azt a szívélyes személyiségét a püspöki konferencia ügyeinek szolgálatába tudja állítani, amelyre szükségünk van, amelyre szüksége van az egész magyar katolikus egyháznak. Azt kívánjuk, hogy ezt a szolgálatát ezután is ugyanazzal a derűvel, elkötelezettséggel és határozottan Krisztusra mutató jelkép élettel tudja végezni, hogy mindenki érsekatyában megtalálja az üdvözítő felé vezető csillagot. Isten éltesse, Isten adjon ehhez erőt. Dr. Veres András, győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének köszöntése után megkérem dr. Löffler Erzsébetet, hogy Eger város, valamint az Egri Egyházmegye hívei nevében, mint a Főszékes Egyházhoz tartozó képviselőtestület elnöke mondja el köszöntőjét. Excellenciás és főtisztelendő érsek úr, amikor erre a szentmisére készültünk mi hívek, akiknek a nevében szeretném önt köszönteni, elsősorban a köszöntés gondolata jutott eszembe. Sok szeretettel és nagy örömmel köszöntjük önt ezen a szép jubileumon. De a köszöntésen kívül vannak még nagyon fontos dolgok is. Az egyik a hálaadás. Szeretnénk itt önnel együtt hálát adni a mindenható Istennek, hogy az ő szent fia Jézus Krisztus meghívta önt püspöki szolgálatra, apostolutúri szolgálatra, és hogy ebben a minőségében éppen az Egri Egyházmegye élére helyezte önt. Ezért mindenféleképpen szeretnénk hálát adni a mindenhatónak. És a harmadik dolog, ami szerintem nagyon fontos ebben a szentmisében, az, hogy mindnyájan imádkozzunk önért. Együtt szeretnénk önért imádkozni. Találtunk egy nagyon szép imádságot a Veronai Szertartás könyvben, amely a legrégebbi római ritusú liturgikus könyv, és ezt az imádságot szeretném önnek mindannyiunk nevében nagy szeretettel és tisztelettel felolvasni. Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy szent fiadat képviselhesse számunkra. Gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal, és tegyen minket tiszta szent népeddé, Isten szolgáivá, igazságban és szeretetben. Az Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejté egyházadba. Áld meg Csaba érsekünket, ajándékozz neki kormányzásában bölcsességet, fényét és szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel püspökünk iránt. Hálával az egyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal. Ámen. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék sok kegyelmet és jó egészséget, sok erőt kívánni további apostolutúri küldetésére.
érsek úr jubileumának alkalmából Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere levélben küldte el köszöntését, gratulációját, amelyet hálásan köszönünk. Most pedig megkérem érsekatyát, hogy a köszöntések után a szentmise elkezdésével és a bevezető szavak elmondásával kezdjük a hálaadó szentmisét. Maradjanak, kérem, ülve. Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani mindenekelőtt a mindenható Atya Istennek, aki túl azon, hogy élettel ajándékozott meg a keresztségben, meghívott a keresztény életre, az Isten gyermeki életre, papi hivatással is megajándékozott, és aztán én annak idején úgy ítéltem meg, és azóta is úgy gondolom, hogy nagyon fiatalon meghívott II. János Pál pápa a püspöki szolgálatra 25 évvel ezelőtt. Hálával gondolok rá vissza, akiben papi életem során, püspöki életem során mindig példaképet, követendő embert, nagyszerű papi stílust ismertem fel, akinek a vonzó egyénisége olyan példa számomra, amelyet én magam is szeretnék követni. II. János Pál pápa után hálás vagyok Benedek pápának, aki az egri székre kinevezett alig több mint 10 évvel ezelőtt, és aztán hálásan gondolok Ferenc pápára is, aki ezzel a szép levéllel köszöntött és kifejezte gratulációját, az, hogy együtt ünnepel, együtt ad hálát velem. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik levélben köszöntöttek, mindazok, akik kimentették magukat valamilyen ok miatt, de elsősorban azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik itt vannak azért, hogy velem együtt ebben a szentmisében hálát adjanak. Minden szentmise hálaadás, különösen akkor, hogyha valóban valamilyen egyéni, személyes jubileum kapcsán, amelyik az egész közösség ünnepévé válik, az eukarisztiát felajánljuk az Atyának, Krisztus örök áldozatát. Hálásan köszönöm dr. Veres András püspök atyának, a konferencia elnökének szívből jövő szavait, hogy csillagok legyünk, valóban mindannyiunknak hivatása kellene, hogy legyen, hogy egymás számára csillagokká váljunk az életbe, segítsük egymást, minden ember az üdvösség felé vezető úton. Köszönöm, püspök atya, a püspök testvérek nevében is megfogalmazott szavaidat. Nagy öröm számomra, hogy a püspöki konferencia tagjai és korábbi tagjai, akik mindannyian jelentős számban eljöttek, a többiek pedig sajnálatukat fejezték ki, hogy többen is, hogy túl későn tudták meg ezt az ünnepet, mert akkor nem rendeztek volna erre a napra más programot. Nagyon köszönöm azoknak is, akik lélekben vannak velünk püspökatyák mellett. Nagyon hálás vagyok, hogy a paptestvérek ilyen nagy számban eljöttek, itt jelen vannak az első pattömbben, hogy velem együtt hálát adjanak a kispapoknak, az érseki fiúkórusnak, az asszisztenciának, a székes káptalannak, ahogy így hátra nézek, és minden egri egyházmegyei hívőnek, rokonaimnak, édesanyámnak, húgomnak, barátaimnak, hogy bekapcsolódnak ebbe a hálaadó szentmisébe. Isten áldja meg mindannyiukat. Most pedig kezdjük a szentmisét a keresztvetéssel.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben Urunkhoz, Istenünk a közül. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akar az emberek. Dicsőség éven állunk éven, magasztalunk éven, hálát adunk éven, nagy könyörögjünk.
Istenünk, te a mai napon a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket, és kinyilatkoztattad nekik egy szülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben. Miután a hitből már itt megismertünk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Kelj föl és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordoz körül tekintetedet, és lásd, mind egybegyűlnek, és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s lányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára felderülsz, szíved dobog az örömtől, és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai mind Sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Istenem, ítéletedet add át a királynak, igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélkezzék népeden, és méltányosan minden szegényen. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, míg csak a hold meg nem szűnik. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól a földkerekség határáig. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, Arábia és Sába királyai adományokkal közelednek. Minden király leborul előtte, és minden nép neki szolgál. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, a nyomorultat, akin nem segít senki. Kíméli a kicsinyt és a gyöngét, a szegényeket megsegíti. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát,
amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a lélek a szent apostoloknak és profétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdai Betlehemben, mert ezt írja a próféta, te Betlehem Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Amen.
Főtisztelendő érsekatya, kedves püspök és pap testvérek, Krisztusban kedves testvéreim! Senki se becsüljön le téged ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Ezt írja a Szent Pál apostol a fiatal Timóteusnak. Ez a mondat jutott eszünkbe 25 évvel ezelőtt, amikor a Szentatya Ternyák Csabát, a püspöki kar akkori titkárát 39 éves korában püspökké nevezte ki. Örültünk a hírnek, hiszen emlékeztünk derűs nyugalmára és önzetlen munkájára, amit teológus hallgatóként, aztán szertartóként, titkárként, majd római ösztöndíjasként végzett. Barátságos és segítőkész volt mindenkihez. Ezután a Pápai Magyar Intézet rektora lett. 4 éven át töltötte be ezt a tisztséget, majd mint a püspöki kar titkára tért vissza Budapestre. Ekkor kapta püspöki kinevezését. A II. Világháború óta első ízben őt érte magyarként az a megtiszteltetés, hogy maga a pápa szentelte püspökké 1993. január 6-án Vízkereszt ünnepén. Nem véletlenül választotta Szent II. János Pál pápa Vízkereszt napját, hogy a világ különböző tájairól származó új püspököket szenteljen. A mai nap evangéliuma ugyanis az ünnep titkát sajátos homályban és különös fényben mutatja meg. A napkeleti bölcsek látogatásának elbeszélése igen finom történeti utalásokat tartalmaz, mégsem tekinthetjük riportnak. Krisztus kortársai meg voltak győződve róla, hogy minden embernek van egy csillaga, és ez a csillag az ember életpályáját, sorsát is mutatja. Ősi hiedelme ez az emberiségnek, amely tovább él egészen korunkig. Még Petőfi is szépen ír arról, hogy kinek-kinek milyen csillaga van. Választottunk magunknak csillagot, mondja. De a régi asztrológia szerint különös csillagállás is volt Krisztus előtt 7-ben. Ebben a konstellációban a Jupiter és a Szaturnusz együtt álltak a halak jegyében. Az akkori csillagjósok szerint Jupiter volt a világ mindenség urának csillaga. A Szaturnuszt a zsidó nemzet csillagának tartották. A halak jegye pedig az idők végezetének, a végső időknek a jelképe volt. Egy akkori csillagjós számára tehát ez a csillagállás azt jelentette, hogy a világ mindenség ura összetalálkozik a zsidó néppel a végső idők jegyében. De akárhogyan is volt, nem ez a csillagállás az, ami vezethet egy karavánt, ami megállapodhat egy ház fölött, és megjelölheti, hogy hol van a gyermek. De elgondolkodtató a bölcsek személye is. Az Ószövetségi olvasmányban az imént olvastuk, hogy sokan jönnek majd, hogy tevék karaványai hozzák a kincseket, és királyok jönnek hódolni. Maga az evangélium nem említi viszont, hogy királyokról lenne szó. Az egyház később, a középkor elején kezdi el a bölcseket 3 királyok néven tisztelni. Arról sem szól Máté evangéliuma, hogy 3 voltak az idegenek, de az ajándékok felsorolásából miért is ne lehetne arra gondolni, hogy 3 személy felel meg a 3 ajándéknak. A sok utalás között miben fedezhetjük fel a mai evangélium igazi tanítását? Először is abban, hogy ezek a bölcsek pogányok voltak. A választott népen kívülről, valahonnan nagyon messziről jönnek, az egész emberiség vágyakozását és várakozását hozzák a betlehemi gyermek színe elé.
nem botránkoznak meg a körülményeken, nem rendíti meg készségüket és hitüket, hogy egyszerű környezetben szegény családot találnak, nem királyi házban találják azt, akiről azt tartják, a mindenség királya. Nem csak megtalálják a gyermeket és megörülnek neki, hanem ajándékokat is hoznak. Messziről jönnek a népek Krisztushoz, mindenkinek a megváltása lesz ő, mindenki eltalálhat hozzá, ha kész arra, hogy keresse, hogy vegye a fáradtságot, és ha kész letenni a lába elé azt, ami neki a legdrágább. Azt, ami az ő számára az arany, a tömjén és a mirha. Így menjünk mi is a napkeleti bölcsekkel Krisztushoz, hogy mi is megtaláljuk őt. Szent II. János Pál pápa a vízkereszti püspökszenteléssel éppen ezt akarta kifejezni. Az evangélium örömhírét minden emberhez el kell vinni. Az új püspökök küldetése az egész világra szól. Hálát adunk azért a küldetésért, amelyet Ternyák Csaba érsekatya kapott a szentelésben. Hálát adunk negyedszázados püspöki szolgálatáért. A püspöki konferencia titkáraként egész egyházi életünk újjászerveződésében fontos szerepet töltött be. Az alakuló jogszabályok, a visszatérő ingatlanok és intézmények, az egyházmegyei határok módosítása, a püspöki konferencia saját székházának kialakítása, és mindezek során sok-sok tárgyalás, sok-sok tapintat, éles figyelem és jövőbe látó gondolkodás jellemezte. Hálásak vagyunk neki azért is, hogy az Esztergom budapesti főegyházmegyében segédpüspökként önzetlen szeretettel szolgálta a híveket és segítette főpásztorának munkáját. Az 1996-os második pápa látogatás után egy évvel, 1997. december 11-én kapott címzetes érseki kinevezést, ekkor lett a pápa közvetlen munkatársa, mint a klérus kongregáció titkára a római kúriában. Ezután 10 év római szolgálat következett. Újra meg újra elhangzott korábban a panasz, hogy a római kúriában nincsenek magyarok, és ezért nehezen értik helyzetünket, gondjainkat. Csaba érsek személyében magas beosztású magyar főpap került a pápa környezetébe, aki ottani munkájával egyrészt hasznosította hazai tapasztalatait és értékeit, másrészt hatékonyan szolgálta a világegyház életét. Abban az időben került kiadásra a katekétikai direktórium, amelyet röviddel később Magyar Katekétikai Direktórium címmel új vezérkönyv követett a hazai hitoktatás támogatására. Hitoktatás, oktatás, nevelés. Ezek voltak Csaba érsekatya központi gondolatai akkor is, amikor 10 éves római szolgálat után megbízásának lejártával egri érsekként tért vissza Magyarországra. Az azóta eltelt idő bizonyította, hogy százszorosan megtérül minden erőfeszítés, amit a fiatalság nevelésére fordítunk. Ugyanígy a jövőbe való befektetés az is, ami a főegyházmegyei központ fejlesztése, a katolikus kultúra és az egyházmegyei közösségi élet szolgálata terén érsekatya munkája lévén létrejött. Roma pasztoráció, találkozók minisztránsoknak, pedagógusoknak, papoknak és világi felelősöknek. Mindez nem csak a látható világban, hanem a lelkekben is nagy és ígéretes változások jele. A napi vesződés tűnhet hálátlan feladatnak, de semmi más nem ér fel az eredménnyel,
ami maga a jövő. Nekünk, hívő embereknek pedig nem csak a fizikai életfeltételeket és a kultúrát kell átadni a következő nemzedéknek, hanem a legdrágábbat, katolikus hitünket is, mert abban rejlik örök boldogságunk. Adja Isten, hogy Csaba érsek atya a napkeleti bölcsek példájára továbbra is ezt a kincset ajánlhassa fel a rábízottaknak, és legyen bátorító példa mindannyiunk számára. Kísérje szolgálatát Isten áldása, és szentelő püspökének, Szent II. János Pál pápának segítő közbenjárása. Amen. Hiszek az egy Istenben. Kérjük testvéreim a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára. Adja meg a megtérés kegyelmét, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Dicsőséges megjelenésed ébresszen hitet az egész világon, és világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged. Hallgass meg, Urunk! Áld meg, Urunk, Ferenc pápát, Csaba püspökünket, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék az üdvösség útján a rájuk bízottakat. Hallgass meg, Urunk! Urunk, áld meg a katolikus egyházat, Szűz Mária, az egyház édesanyja közbenjárására, mentsd meg a gonosz minden támadásától és cselvetésétől. Add, hogy Jézus Krisztust és az ő föltámadásának erejét minden embernek megmutassa. Hallgass meg, Urunk! Urunk, áld meg Ternyák Csaba érsek főpásztorunkat, adj neki erőt, egészséget. Vezess szent lelked által az Egri főegyházmegye kormányzásában, és add, hogy egész életével és a püspöki szolgálatával hirdesse, dicsőség neked mindörökké. Hallgass meg, Urunk!
Urunk Jézus Krisztus, Te a kereszten véredet ontottad, hogy megtörd a sátán hatalmát, és üdvözíts minden embert. Urunk, kérünk, ments meg azokat az embereket, akik távol járnak tőled, akik halálos bűnben élnek, és az üdvösségük van veszélyben. Add, hogy legyenek hívek, akik benned bízva, böjtölve és imádkozva küzdenek értük. Add, hogy minden ember eljusson a mennyország örömébe. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a keresztények szenvedélyesen szeressék Jézus Krisztust, és ebből a szenvedélyes szeretetből fakadjon a missziós lelkület, hogy a világ legszebb üzenetét, az evangéliumot tüzes lelkülettel hirdessék, és adják át minden embernek. Hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, Te kiválasztasz és meghívsz embereket, hogy osztatlan szívvel Téged szeressenek és Téged szolgáljanak. Hívj, Urunk, munkásokat, papi és szerzetesi hivatásokat aratásodba, és add meg a kegyelmet, hogy felismerjék hívó hangodat, és bátran igen tudjunk rá mondani. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, Te elküldted fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és egyházad minden népet egybegyűjtsön el nem múló országodba, Krisztus a mi Urunk által. Szerény bölcsőihez a hívásra jön.
jönnek már a választok. Most mi is villám, lépéssel sihessünk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztus. Éteni parentis, splendorem eternum, velatum sub carne videmus. Deus infantem, panis involutum, venite adorimus, venite adorimus. Stella dulce magi, Christum adorantes, aurum tus et miram dantunea. Isu infanti, corda prime amus, venite adorimus, venite adorimus, venite adorimus. Csillagjáró bölcsek, Úr Krisztus imádva, ömjént mirház és aranyat hálózasz. Mi a gyermeknek szíveinket adjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, tekints jóságosan egyházad adományaira, már nem aranyat, tömjént és mirhát hozunk eléd, hanem magát Jézus Krisztust, akit ezekben az adományokban vallunk, feláldozunk és magunkhoz veszünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosságára adjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjáalkottál minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent van, szent van.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitel vagyunk föltámadásra, ami ellen jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne,
A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És amen. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányom, te elveszed a íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítunk a jövőt, hanem csak egy szóval, és megjövő az kedves testvérek, hirdetem az áldoztatás rendjét. 8 helyen lesz lehetőség a szent áldozásra. Itt elől 4 helyen, a kereszthajóban, a két oltárnál, és az utolsó pattömb előtt egy-egy ember. Mindenki a hozzá legközelebb helyre menjen.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, járj előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus, a mi Urunk által. A szent mise befejező áldása előtt szeretettel és tisztelettel invitálom bíboros urat, érsek és püspök atyákat, kiemelt, meghívott vendégeinket az érseki palota látogató központjának Erdődi termébe, a papságot, a szerzetes nővéreket, valamint a kispapokat a szemináriumba, az egyházmegye munkatársait pedig a Szent József kollégiumba ünnepi ebédre. A kijáratoknál a minisztránsok a mai nap emlékére szent képet fognak osztani minden jelenlévőnek. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, aki a szeged és a füledet adotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájakra. Urunk, mi tárvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Hagyj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, hagyj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.